Sziasztok! Mivel most van a születés hete, fel fogom olvasni nektek egy idevágó könyvemet saját illusztrációimmal és írásaimmal. Világra jöttem. Ez valahogy mindenkivel megesik. Megszületik, fontos nap lesz ez neki. A szüleit lehet, hogy már nem látja. Jó, ha egyik másik testvére várja. A kokok tojását gyorsan örökbe adja, nevelőszülők követi, s lesz a kicsi anyja. Árva fióka volt mindig, mostohája neveli. Meleg fészek az otthona, a pótanya szereti. Gondoskodnak róla, többen így nő fel. Megtanítják a madarak mindenre. Mégis ebből nem okulva, nincs társa, mikor kotlik. Más fészkébe kotlik, s közben annak tojását kilöki. Elreppen a fiókáját, már nem is ő költi majd ki. A vér kötelez, nem is lesz, mint a mami. A galambok hűségesek, együtt élnek és nevelnek fiókát. A kis csipogót váltva költik, s etetik, hoznak neki itókát. A kicsik, ha kiröppennek, látogatni nem járnak. Új kis pihés lesz a háznál a párnak. A kis csikó egyke lesz, nincs testvére, csak mostoha. Apja is már máshol legel, anyja védi, szoptatja. Most jött csak a napvilágra. Mégis lábra áll nyomban. Négy lába, ha meg is remeg, az ételig elhozza. Nyulacskák sokan lesznek. Hány a sikrek? Ötösek? Vakok picik és csapzottak. Szőrük néha vöröses. A nyuszik hamar felnőnek, hamar szoptatnak ők is már. Egy évben többször is szülnek, ez aztán a nagy család. Az egész család együtt él, nagypapa és ükmama, segítik egymást, kell a jelzés, ha jön rókakoma. A halak, ha ívnak, sok-sok ikra kerül a vízbe. Sűrűn veszélyben vannak, nem egy, hanem több ízben. Az elefántok a csordában együtt gondozzák a borjat, mindenki segít, a sérült el is ott marad. Az anyuka másfél évig is vemhes, ezzel az idővel a legtöbb állaton túltesz, s megszüli a kis kölykét vackába, ő ezután nem is hagyja magára. Van oly madár, ki tojásként az apja is költi. Van oly hal, ki kicsinyét a vészben a szájában őrzi. Van oly emlős, ki a ragadozónak is neki megy, a csemetéje veszélyben van, harciasan védi meg.
Az embercsemetét az anyja apja élete végéig vigyázza. Unokáival, dédunokáival is együtt marad és gondozza. Ez nem mese, hanem egy szép, igaz történet. Olvast, hallgast, figyeld meg, hogy történhet. Yeah.